No, hát tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a Nyugdíjas Parlament regionális ülésén. A magyar nyugdíjasok helyzete kicsiny hazánkban, azokat a folyamatokat, illetve ami az elmúlt egy évben történt, arról beszélni, illetve azokról a javaslatokról, amit egyébként a következő időszakban szeretnék megvalósítani. Én pedig engedjék meg, hogy szegedjékét házigazdaként szóljak Önökhöz hozzátok, hiszen azért én rendszeres látogatója vagyok a csapatnak, nagyon sokat találkozunk különböző rendezvényeken, aminek én nagyon örülök, legyen szó akár egy nyugdíjas bárról, legyen szó egyébként a nyugdíjas napi rendezvényről, vagy akár csak egy tiszai halászlé fesztiválról, hiszen példaértékű, őszintén mondom, példaértékű az idősügyi élet, amely Szeged városában megvalósult az elmúlt 15 évben. 15 éven már, hogy egyébként működik az idősügyi tanácsunk. Nagyon szeretném egyébként az országban, hogyha ez minél több helyen létrejönne és megvalósulna. És ez alatt a 15 év alatt nagyon komoly eredményeket értünk el. De az a komoly idősügyi munka, amit tapasztalunk Önök részletekről, az számunkra nagyon-nagyon fontos. Azért fontos, hiszen erre mi nagyon komoly értéket tudunk építeni ebben a városban, és nekünk nagyon fontos az a vélemény, az a tapasztalat, amit Önök ti képviseltek a városban. Mit tud tenni egy önkormányzat, mit tudunk tenni mi? Természetesen igyekszünk segíteni az idősek munkáját, igyekszünk segíteni az idősek mindennapi életében, valamilyen javító intézkedéseket tenni. Kettőt szeretnék csak kiemelni, aztán azt gondolom, hogy be is fejezném. Az egyik az az idősügyi támogatási alap, amit egyébként minden évben biztosítani kívánok a szervezetek számára, ami már most nem kevés, hiszen 66 szervezetről és 9 baráti társaságról, baráti klubról van szó, ami azért egy jelentős, több mint 10 000 főt felölelő társadalmi csoportról beszélünk. Ebben az évben 22 millió forintot tudott biztosítani Szeged önkormányzata a nyugdíjas klubok működésére, illetve hát azokra a programokra, amit a szervezetek különböző módon, különböző tevékenységekre fordítanak. És hát van egy nagyon komoly szociális hálónk is, ami most már 600 millió forint, amiben természetesen nem közvetlenül, de közvetve valószínűleg néhányan érintettek lehetnek, hiszen ez a 600 millió forint az az alap, amit a rászorulók, a nehéz helyzetben élők minden nap életében kíván fordítani a szegedi önkormányzat. Nagyon sok támogatási forma van már ebben. Nem kívánom elmondani, hiszen pontosan tudják, hogy nagyon jó pár éve kivonult a kormányzat a szociális ellátás területéről, és hát valamelyest ezt pótolni kívánta a szegedi önkormányzat a lehetőségéhez képest ezzel az összeggel, és egyre több ellátási forma kerül bele, lévén a szülési támogatásról, vagy éppen, amit ugye legutóbb időszakban tapasztaltak, hogy az a 34 ezer nyugdíjas számára tudott a szegedi önkormányzat 10 ezer forint támogatást biztosítani. Nos, mi továbbra is partnerként kívánunk Önökkel, veletek együtt dolgozni a következő években és évtizedekben is. Az a városvezetés, amely most ősszel megalakult, azt gondolom egy garancia lehet arra, amit most mondok, hiszen ahogyan korábbiakban, hogy a jövőben is messze menünk, így figyelembe fogjuk venni azokat a javaslatokat, észrevételeket, amit megfogalmaztok, és azon leszünk, hogy az az idősügyi élet, ami a városban folyik, a jövőben is hasonlóképpen folytatódjon. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak, örülök, hogy itt lettek, itt is maradok, és hát elindítanak akkor a nyugdíjas parlament ülését. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm én is Önöket, szép jó napot kívánok. December 4-e, parlament, felsőházi terem. Ugye a Csongrád megyei delegátust várjuk sok-sok szeretettel. 4. éve tart a nyugdíjas parlament rendezvénysorozata, és annak idején azért indult el útjára ez a fajta technika. Egyrésztről, mert országos letámaszkodása van, minden megyében létrejött a nyugdíjas parlament, és minden megye delegációt választ. Ez az egyik dolog. A másik, hogy mi hozta életre. 2010-es kormányváltás után eltörölték az idősügyi tanácsot, megszüntették, létrehoztak egy idősek tanácsát, ugyanis a
Azt el kell mondani, hogy az idősügyi tanács, ami régebben volt, azt még a Horn Gyula hozta létre, ez a mindenkori miniszterelnök tanácsadó testülete volt. Tehát függetlenül attól, hogy ki volt a miniszterelnök. Abban az idősügyi tanácsban többségben voltak a nyugdíjas szervezetek delegáltjai, vezetői, és különböző szakmák, tudói, statisztikusok, szociológusok, szociálpolitikusok, közgazdászok vettek még részt. Most ebben az idősek tanácsában egyetlen egy nyugdíjas szervezeti vezető nincs, semmilyen reprezentativitás nincs a nyugdíjas társadalmat illetően. Nem is tudjuk egyébként, hogy az ülés ezik-e, vagy egyáltalán tárgyalnak-e valamiről. Azt látjuk, hogy néha-néha fényképezkednek a miniszterelnökkel, különösen mikor Erzsébet utalványt szoktak hozni. Mi pedig annak idején 4 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy rendszer szintű ügyekkel kell foglalkozni, nem elég csak a problémákat felvetni, megoldási javaslatokat is mellé kell rakni. Hát ugye itt is voltunk már 4 alkalommal, pontosabban volt, amikor az Agórán voltunk, volt, amikor itt voltunk, de nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy egy új munkaformát kezdtünk alkalmazni. Ugyanis azt látjuk, hogy interpellálni, írásbeli kérdéseket beadni, vagy törvényjavaslatokat benyújtani az országgyűlés elé szinte fölöslegesnek hat, mert a bizottsági szakasznál rendszerint nem megy tovább az indítványunk, mert ugye a fideszes többség ezeket rendszeresen leszavazza. Most ez a 4. azért lesz egy kicsit másabb, mint az eddigiek voltak, mert 2 olyan parlamenti bizottság van, amelyik hangsúlyosan az idősek ügyeivel foglalkozik. Az egyik a Költségvetési Bizottság, ugye ez mindent megmutat, mert az az igazi politika az ország költségvetése, mert akkor lehet látni, hogy mire mennyit fognak szánni. Annak a bizottságnak az elnöke Varjú László, ellenzéki politikus, a másik bizottság a Népjóléti Bizottság, amelynek szerénységem az elnöke, és a 2 bizottsági elnök hívja konzultációra most a nyugdíjasokat, a delegátusokon keresztül, 414 küldött foglal majd helyet a felsőházi teremben. Népszavazási kezdeményezésekkel éltünk. 11 népszavazási kezdeményezés van bent az Országos Választási Bizottságban. 2 kimenete van a kezdeményezésnek, az egyik, hogy valamelyiket elengedik, és abban tudunk népszavazást rendezni. A másik, hogy elutasítják, de ezzel sem dől össze a világ, megmondom önöknek miért. Mert azt nagyon alaposan meg kell indokolni, hogyha elutasítanak valamit, és az nekünk egy tudásbázist fog jelenteni, mert az kielemezve az indokolásokat, akkor be tudjuk cserkelni őket a következő menetbe. Értjük, ti, mint államigazgatás így gondolkoztok erről, oké, megtanultuk, akkor alkalmazunk valami mást. Magyarul, ők nekünk egy kis kártét össze fognak állítani, mert hogy minden egyes ügyet le kell nekik tárgyalni. És minden egyes ügyet 8-10-15 oldalon keresztül meg kell indokolni. Alkotmányossági szempontból is. Én azt gondolom, hogy a múlt évig gyakorlatilag elvégeztük azt a munkát, hogy föltártuk a problémákat az idős politikában, nyugdíjpolitikában. Ha emlékeznek rá, a küldöttek, ott Karácsony Mihály, az országos nyugdíjas parlament elnöke 48 olyan ügyet dedikálva vetett föl, vagy rendszereztek össze, amelyet önök mondtak el, hogy milyen problémákat látnak, akár a nyugdíjpolitikában, akár az idős politikában, az egészségügyi ellátórendszerben, stb. Stb. Vagy a szociális ellátórendszerben. 48. Én magam is azt mondom, ez egy borzasztóan alapos munka. De ugye, ha valaki, nyilván van önök között is több olyan ember, aki vezetett valamilyen szervezetet, intézményt, vállalatot, stb. Stb. 48 célt nem lehet kitűzni, mert ha mind a 48-ra célzunk, akkor nem céloztunk semmire se, akkor sörétes puskával lövünk, és nem fekete körű alsó széle közepe. A férfiak tudják ezt, hogy mert minket tanítottak a seregbe erre a technikára. Na, az a lényeg az egésznek, hogy megcsinálva, problémákat feltárva, ahhoz dedikált indokolásokat mellé téve, ezt ma már tudjuk.
mire akarunk fókuszálni, az meg bent van ebbe a 11 módosítóban, illetve indítványban, amelyet a népszavazásra próbálunk bocsátani. Az látszott a februári parlamenten, hogy két dolog volt, ami a legtöbb támogatást kapta. Az egyik, legyen intézményesített egyeztetési fórum a kormány és az idősek között. Mert ez az idősek tanácsa, ez nem az. Hát nincs benne egy idős szervezet se, hát nem lehet az. Ez legyen, ez az első. Legyen kivel tárgyalni. A másik, vissza kell térni a svájci indexálás technikájára, mert olyan mértékben szakadnak le a nyugdíjak a bérektől, hogy ha ez pár évig még így marad, szinte kiigazíthatatlanná válik az egész probléma halmaz. Itt egy mondatot hozzá kell, hogy fűzzek ehhez a kérdéshez. Hál' Istennek, az elmúlt három évben jelentős nettó bérnövekedés volt, hála a szakszervezeteknek, a tárgyalófeleknek. Tehát mindig ki tudtak taposni nagyon komoly nettó bérnövekedést. Három évben a legalacsonyabb nettó bérnövekedés is 8%-os volt, hangsúlyozom, itt a nettóról beszélünk, és a legmagasabb több volt, mint 12. Na de hát 2,7%-os nyugdíjemelést tetszettek kapni januárban. És ugye júliusban a parlamenti többség, mármint hogy a fideszes többség elfogadta a jövő évi költségvetést, és nyilvánvalóan látszik, hogy jövőre persze jobban fognak járni, mert 2,8%-os nyugdíjemelés lesz januárban. Ezt némi malíciával mondtam természetesen, hogy jövőre viszont 2,8. Na de hát hol van ez a 12%-os nettó bérnövekedéshez? Ráadásul a technikának az igazságtalanságot, ez a technika, ahol csak infláció követő, itt kétszeresen is át vannak verve a nyugdíjasok, ebből írtam újságcikket, publikáltam, tévékbe szerepeltem, nem csak az a probléma, hogy a bérektől leszakad, hanem az is probléma, hogy akik régebben mentek el nyugdíjba, meg akik most mennek el nyugdíjba, azok között is iszonyatos nagy különbségek alakulnak ki, azok között is, akik ugyanazt a pályát futották be, akár még ugyanarról a munkahelyről mentek el nyugdíjba, még lehet, hogy ugyanaz volt a beosztásuk, mint a másiknak, de csupán azzal, hogy valaki elment három évvel ezelőtt nyugdíjba is, x forintba megállapították az induló nyugdíja nagyságát, de az utolsó három évben részesült ebben a nettó bérnövekedésben, és csak jövőre megy el nyugdíjba, mind a kettőnek 42 év szolgálati ideje van, mind a kettőnek ugyanaz az iskolai végzettsége, mind a kettő azon a beosztáson volt, ugyanannyi keresettel bírt, átlagosan 37%-kal nagyobb lesz az induló nyugdíja nagysága annak, aki jövőre megy el, ilyen kondíciók mellett, mint aki három évvel ezelőtt elment. De a három éves infláció követő nyugdíjemelés következtében 2,4-et kapott, 2,7-et kapott, 2,8-at fog kapni. Tehát borzasztóan kinyílik ez a jövedelmi olló nyugdíjas és nyugdíjas között, és kinyílik a jövedelmi olló az aktív foglalkoztatottak és a nyugdíjasok között. Ezért kellett, bocsánat, hogy időzek emellett a probléma mellett, egy picivel többet. Nem fogom mind a 11 indítványt felsorolni, mert csak gondolati beléztőnek szántam ezt az egészet. Benne van a népszavazási kezdeményezésben például az, hogy a idős otthonokban, a bentlakásos idős otthonokban a térítési díjat ne lehessen jobban emelni, mint amennyi a nyugdíjemelés mértéke volt. Tehát az ne forduljon elő, hogy bekerült valaki egy idős otthonba, a nyugdíjemelése 2,7%, de a térítési díjat meg 10%-kal emelik. Mert az nyilvánvalóan fölemészti a nyugdíjasnak a nyugdíját, ugye törvény szerint a nyugdíjának a 80%-át kérhetik el térítési díjjal, viszont tavaly elfogadták, hát itt mondtam, jelentettem, emlékeznek rá bizonyára a küldöttek, akik itt voltak, hogy beterjesztették a parlament elé ugye a szülőtartás intézményét, hogy mekkora felháborodás volt belőle. Hát nyilván a gyerekekre akarják terhelni ezt a különbözetet. Éppen ezért indítványoztuk, hogy a nyugdíjemelés mértékénél nagyobb térítési díj növekedés semmilyen szociális szolgáltatás esetében, így többek között a bentlakásos idősotthonok esetében sem legyen nagyobb. Tettünk ezt most a nyugdíj előtt állók irányába is, ugyanis az indítványunkban az is szerepel,
hogy aki hosszan, tartósan túlórázik, a túlóra számítson bele a szolgálati időbe. Mert ha valaki befejezte az aktív pályafutását, és összejött neki mondjuk 44 év szolgálati idő, de olyan hosszan sokat túlórázott, hogy ha azt is beleszámolnák, akkor lehet, hogy 46,5 éve jönne ki. És nagyon nem mindegy, hogy a szolgálati idő, amely részben determinálja az induló nyugdíj nagyságát, 44 évvel van elismerve, vagy mondjuk 46,5 évvel van elismerve. Mert ott akkor 10.000 forintos nagyságrendben is lehet különbség az induló nyugdíj nagyságába. Éppen ezért indítványoztuk azt, hogy a túlóra számítson bele a szolgálati idő mértékén. Vagy ahogy a gyerekeknél, a gyerekekkel szemben elkövetett bűncselekmény, a súlyosító körülmény az idősekkel szembeni bűncselekményeknél is vegye figyelembe a büntetőtörvénykönyv az idősekkel szembeni bűncselekményeket. Hát van ilyen javaslatunk, hogy az alacsony nyugdíjakat nagyobb százalékkal, a magas nyugdíjakat pedig alacsonyabb százalékkal kelljen emelni. Este megtapsolt a kezét. Nem értették. Jó. Szóval nem fogom végigmondani az összeset, mint a 11 indítványt. De azt szeretném kihangsúlyozni. Azzal, hogy 2012 óta gyakorlatilag nincs járulékkal, ezzel megteremtették a lehetőségét annak, hogy borzasztó magas nyugdíja, milliós, több millió forintos havi nyugdíjak legyenek, vannak is, miközben 11. éve be van fagyasztva, és ebből 10 év már az Orbáné, be van fagyasztva az öregségi legkisebb nyugdíj mértéke, és tegnap előtt kiderült, hogy így is marad, amíg ők kormányoznak, ugyanis Kásler miniszter úr meghallgatásán a mi bizottságunk előtt, a miniszter úr bemondta a kamerák előtt, hogy eszük ágában sincs a 28.500 forintos öregségi legkisebb nyugdíjat megemelni. Én azt gondolom, hogy ezt a számot kimondani is szégyen. Tehát fölösleges róla vitatkozni, hogy ez kevés, vagy sok, vagy jó, vagy rossz. Fölösleges, mert 28.500 forintot nem lehet 30 napra beosztani. Persze el lehet osztani, mert természetesen matematikailag. De fölösleges róla vitázni, mert nem lehet. Kész, vége, nem lehet. És az a tragédia, hogy egy csomó támogatási forma az hozzá van rendelve. Az anyasági támogatás, különböző szociális ellátások, innentől kezdve, ez biztos, hogy így fog maradni, amíg ő kormányozni. Éppen ezért kell kormányt is váltani 2022-ben. Nem zavartatja magát, hogy 2022-ben, hogy ezek a technikák, ezek a struktúrák megváltoznak. Nézzék, 2010 óta nem én állítom, nem én mondom, bár elég otthonosan mozgok a számunk világában, a KSH múlt évi statisztikai adatai egyértelműen bizonyítják, megduplázódott a nyugdíjasok társadalmában a szegényeknek a száma. A kormányzati intézkedések következtében. Kétszeresére nőtt a szegénységben élő nyugdíjasok száma 2010 óta. És ezek egyértelműen a kormányzati intézkedések következtében alakultak ki. Nagyon kevés olyan település van, mint amilyen Szeged. Hogy indított 400 millióval, majd 500 milliós szociális támogatási kasszát. Azt hiszem most 600 millióra emelt. Tegnap előtt a budapesti nyugdíjas parlamentet, amelyet az új főpolgármester nyitott meg, borzasztó nagy alázattal volt az idősek irányába. Tehettem, mert azért a nyugdíjasok nyerték meg Karácsony Gergelynek többek között a választást. Azt a javaslatot fogalmazta meg Karácsony Gergely, hogy létre fogják hozni január 1-ével a budapesti idősügyi tanácsot. Ezt követően pedig én azt javasoltam, hogy úgy, ahogy Szegeden, minden olyan településen, akik bent vannak a Szabad Városok Szövetségében, mert ez a szövetség most meg fog alakulni, ahol ellenzéki többségű önkormányzatok alakultak, illetve ellenzéki polgármester lett a polgármester, mindenhol kötelező érvénnyel hozzák létre az idősügyi tanácsokat,
hogy az idősek akarata, szándéka, tudása nélkül soha semmilyen döntés a települési önkormányzata ne szülessen. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, jó pályára álltunk rá azzal, hogy létrehoztuk ezt a nyugdíjas parlament hálózatot, és ebben én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal több van, több lehetőség van. Már túl vagyunk azon, hogy statisztikákat fújunk, fejből tudjuk. Kívülről tudjuk, hogy 28.500 forint alatti nyugdíjat is állapítanak meg, hiába ez az öregségi legkisebb nyugdíj, ez alatti nyugdíjakat is állapítanak meg. 17.777 embernek a múlt évben kevesebb volt az öregségi nyugdíja, mint 28.500 forint. De fölösleges erről most már, persze rögzítsük, hogy ez van, fölösleges, hanem úgy kell becserkelni őket, hogy ne tudjanak kifarolni a hülye döntéseikkel a szembesítés előtt, hogy már pedig ezen a helyzeten változtatni kell, hogy nem lehet egyetlen egy nyugdíj sem, ha valaki megszerezte az öregségi nyugdíjra való jogosultságot, öregségiről beszélek, nem akármilyen ellátásról, vagy nyugdíjszerű ellátásról, mert az természetesen lehet kevesebb. De ha valaki megszerezte az öregségi nyugdíjra való jogosultságot, akkor a medián nyugdíj 60%-ánál kevesebb nyugdíja nem lehet senkinek. És fölösleges az átlaggal számolni már, mert ők azért számolnak mindig az átlaggal, mert az átlag az dinamikusan nő. Csak hogy ez elsősorban abból adódik, hogy a magas nyugdíja rendelkezők száma oly mértékben szaporodott föl az ő kormányzat intézkedésük következtében, hogy ez húzza fölfelé a matematikai közepet. Miközben én tudom, hogy a nyugdíjasok kétharmada nem kapja meg az átlagot. Innentől kezdve azt mondtam, hogy nem átlaggal, legalábbis mi az érvelésünkben. A medián nyugdíj, az a középérték, az nem az átlag, az a középérték. Ha sorba rakod az összes nyugdíjas, összesen van 2.040.000 öregségi nyugdíjas, akkor az 1.020.000-nál meg kell nézni, hogy mennyi a nyugdíj. Most a medián nyugdíj 109.000 forint kerekített összeget mondtam. A 109.000 forint 60%-ánál kevesebben nem lehet megállapítani nyugdíjat. Az én javaslatomban ez van. És hozzáteszem, rögtön mellé, és 600.000 forintnál sem lehet több a nyugdíja senkinek. Mert az én értékrendem, az én baloldali politikus vagyok, én egyenlőségpárti vagyok. Én azt mondom, ne legyen olyan ember Magyarországon, mindegy, hogy mi volt aktív korában, engem nem érdekel. De nem lehet az, hogy az egyik embernek 3.000.000 forint a havi nyugdíja, a másiknak meg 30.000 forint a havi nyugdíja, ilyen nincs. Tehát ő kap 900 forintos nyugdíjemelést, ő meg 90.000 forintos emelést. Hát a legtöbb embernek nincs 90.000 forint a havi nyugdíja, mennyit ő emelésbe kap. Ezt az én gyomrom nem teszi be. Azért vannak ezek a javaslatok, hogy szembesítsük az idősebb társadalmat. Szalai Antal vagyok, köszöntök mindenkit. Tisztelt Parlament, tisztelt képviselő urak. Örülök, hogy ismét a parlament összeült, van lehetőség meghallgatni minket képviselő, de elsősorban azt mondom, a korozsulat elismerte az összes témát, amit én szeretném mondani. Azért szeretnék egy néhány dolgot megerősítésként, ha most megfordíthatjuk. Szeretném azzal kezdeni a hozzászólásomat, hogy az előző évi parlament munkájában szerényen részt vett. Jó néhány felszólalás és javaslat hangzott el a felkínált 29-ből, ami aztán összesített több lett, illetve a megfogalmazott, továbbított témaköröknek mélete sorsa. Jó néhányra időközben választottam. Az egyesület vezetőként azt mondom, hogy nyugdíjasaink szeretnek a klubjaiban lenni, tevékenykedni, a szabadidők alatt sok hasznos, jó dolgot csinálni. Szeretnénk, ha több nyugdíjas, idős, egyedülálló, szintén tagja lenne valamelyik közösségnek. Világosan kell látni, hogy sokan vannak magányosan, egyedül, nincs akik segítenének nekik, és a velük való kapcsolattartás később nehezebb lesz. A nyugdíjas közösségeink szervezett munkának köszönhetően tudnak dolgozni és segíteni egymásnak. Örömmel mondjuk, hogy szervezetünk közös kirándulás, közös baráti találkozókat
közös dalos táncos együttléteket szervez. Újszerű feladatunk, hogy az életkor növekedése, aminek örülünk, miatt az életmód változással is foglalkozunk el. Ezeket a napi dolgokat nem egyszerű támogatások nélkül teljesíteni. Örülünk annak, hogy alapvetően az önkormányzatoktól kapjuk a legjobb támogatást. Más területektől csökken a támogatás mértéke. Számtalan esetben éri a nyugdíjas szervezeteket kritika, hogy már megint egy jó hangulatú rendezvényt csináltatok. Szeretném mondani, hogy legfőképpen saját anyagi támogatásukkal csinálják ezeket, és emellett hívják a nem tag nyugdíjasokat, hogy jöjjenek el közé, és csinálják együtt, nekik is van lehetőségük. Van egy javaslatom a szervezetek részére, és lehet ez a parlament felé is, ami éppen Koros úrtól is elhangzott. Az önkormányzati választások után vagyunk, ezért azt javaslom a nyugdíjas szervezeteknek, hogy keressék a kapcsolatot a saját településükön lévő önkormányzatokkal, és hozzák létre az idősügyi kerekasztalt, tanácsot vagy hasonlót, ahol a nyugdíjasok és időseket érintő feladatokról, tennivalókról beszélgethetnek az önkormányzati vezetőkkel. Véleményem szerint ez most talán könnyebben kivitelezhető. A biztonság kérdéség köréből mindenképpen fontosnak tartom, hogy az idősödő korosztály szociális ellátása nem lehet annyira bizonytalan, mint amilyen jelenleg. Az egészségügyi területről is mindig változtatást halljuk és látjuk. Sok problémát jelent az idős otthoni ellátás is. Nincs garancia, de példője sincs. Koros úr erről beszélt. A témától, a kristészségtől, a kristészséggel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy itt valóban egy jól kialakult rendszer működik. A Szeged központi vezetésével, vagy képviseletével a környékbeli lakóterületek, lakóközösségek jól bekapcsolódnak. Ez meglátszik sok olyan rendezvényben, ahol meg tudjuk mutatni a nyugdíjasokat, a szervezetekben lévőknek a közös munkáját, de az összetartó munkát is. Ezt a példát én magam is szeretném tovább javasolni másnak és átadni. Ilyen szempontból én ezt a térséget erősnek nevezem, és bízom abban, hogy minél több nyugdíjas időskorút meg tudunk szólaltatni, azért, hogy a magányosodás ellen tudjunk valamit tenni. Szerettem volna szólni a nyugdíjak megalapítására kapcsolatban, azért nem rabolom el az időt, mert Koros úr elmondta. Fölháborító, hogy mekkora ellenmondások vannak, és ez évek óta láthatók, tapasztalhatók, hogy az infláció követő nyugdíj emelésnek a mérték az, ott látszik, hogy én bemegyek a boltba, akkor ugyanazt az árat veszem meg, mint a maga 2,7-8%-os nyugdíj emelésemmel, mindenképpen 12-13% van. Tehát mindenképpen innen kell elindulni, hogy amikor a nyugdíjak vásárló értékéről beszélünk, akkor az egyénnek a vásárlási szokásait is figyelembe kell venni, hogy mire van szüksége, és azért ugyanazt a pénzt kell fizetni, mint a másiknak. Tehát vissza kell térni javaslattal, elhangzott, már most is elhangzott, a svájci indexálásnak a módszerével. Ez az egyik ilyen probléma. A másik, amihez kötődik, szintén elhangzott, hogy a felzárkóztatás. Szóval az nem csak a 28.500 forintos határa probléma, hanem ha azt veszem figyelembe KS adatai alapján, hogy a 100 ezer forint alatti nyugdíjasok létszáma közel 1,3 millió, akkor már láthatja mindenki, hogy mi a probléma alapvetően, ami úgy hangzott el itt is, hogy az elszegényedésnek a komoly jele, de még hozzáteszem, hogy a 300 ezer vagy a 400 ezer forint fölötti nyugdíjasok száma 38 ezer, a 2 millió valamennyihez képest, akkor meg nagyon látszik a probléma. Van egy másik, szintén a nyugdíjak értékét érintő probléma, ami ez nem hangzott el, hál' Istennek. Hogy kaptunk, és itt a választások időszakában nagyon sokszor hallottuk, és minden ez hangzott el, hogy nyugdíjasok mennyi pénzt kapnak.
itt kaptak a nyugdíjprémiumot is. Igen, kaptak a nyugdíjprémiumot, de a nyugdíjprémiumok számításánál a közel 10 évvel ezelőtti 80 ezer forintos átlagos nyugdíjhoz van számolva, tehát nagyon sokan nem kapták meg, nem kaphatták meg emiatt azt a 22 ezer forintos támogatást, hanem arányába kaptak. Ha a gazdaságunk ennyire jól áll, mint a másik oldalon elmondott eredményeknek a sora, akkor úgy érzem, hogy együttesen a nyugdíj emelésnek a normális dolgait végig kellene gondolni és megoldani, nyugdíj emelést és olyan nyugdíj korrekciót, hogy a 100 ezer vagy a 120, teljesen mindegy, de nem megfelelő az, hogy most nyitottuk a statisztikába egy pólót, hogy nem 50 ezerről beszélünk, hanem 80 ezerről, vagy jobb számokat lehessen mondani. Tehát mindenképpen ezt a társadalmi réteget segíteni kell, mert ez a társadalmi réteg nem tud önmaga ezt a problémát nem tudja megoldani segítség nélkül. Én azt szeretném kérni, hogy Koros Lajos úrtól, ebben az évben volt a nyugdíjkorrekció. Valamikor én úgy olvastam meg, tudtam, hogy november a törvény írja elő, de valahogy most nem kerestem már meg a törvénynek a előírásait, hogy a tárgyév mely időszakáig számolják a korrekciós időt. Valamikor szeptemberben lehetett hallani, hogy mennyi nyugdíjkorrekciót fogunk kapni. Kérdés, akkor ez valójában mennyi?